Igen, pihenget, relaxál. Itt lesz a ma esti befutó, már készülődünk, építik az asztalomat. Ebben utazik. Ez a teteje. Ez az alja. Ki lehet egyensúlyozni a lábát. And the flag. Megnézted a templomot? Csicsa-micsa? Csicsa-micsa, de van benne meló. Majd bekukucskálom. Bubble tea-t? Igen, ezek bubble tea-k. Következő nevek vannak. A medúza az óceán ellen küzd. Taihao gyöngyteltejet iszik. Momo titokban szereti a macsa gyöngytejet. Nagyon jó, nem is tudom melyiket választom. Kaland és boldogság. Piruló szívhírek. Wow. Meg az aranytojás tojótyúk. Jó és a lány nagyon boldogok. Tiszta ízé, keményítős a szám. Te már is eszel? Nem. Mit eszel? Mocsi fagyi. Találtál mocsi fagyit? És mocsi ízű? Van macsás is kívül. Macsás mocsi? Ez nem macsás. Macsa mocsi? Ezt csak úgy lekaptam a polcra, de... És hol vetted? A Family Mart-ban? Macsa mocsi. Nagyon néz ki. Nagyon jó. Mik a hírek? Mocsi fagyi. Mocsi fagyit eszel. Györcsit is érdekli, itt vette a Family Mart-ban. Helyi menő csávók beparkoltak itt a robogóikkal, kicsit dumikáztak, üldögéltek közben a robogón, úgy dumikáztak a templom előtt, és most elindulnak. De bementek? Tényleg? Oh, azt hittem, csak bandáztak. Húha, a néni kikergette a barbiékat a templomból. Ujjjj. Ja, nem, segít nekik. Nem láttak-e medált? Megkérdezték őket. Apró örömök az életben. Gasztott percek Rékucival! Mocsi fan vagyok. Réka imádja a mocsit, és végre talált mocsit. Olong teás és csokoládés mocsit. Csokoládés mocsi. Wow. Még és hoztál egyet a görcsinek is? Susit is vettem. Görcsik, ez milyen mocsi? Te milyen teszel? Macsás mocsi. Macsás. Macsa mocsi. Mocskos macsa mocsi, és milyen ízű? Igen, zöld tejás, mi van ebben? Eper? Úgy néz ki. Zöld tejás epres. Epresnek tűnik, aha. Azt mondta a csaj, aki velünk van, hogy ezek finomak nagyon. Mi? Sushi, de vegetarian. Tuna vegetarian? Ez nem annyira vega. Fűtövet a tón hal, vagy mi? Halízű vega. Elképzelni. Nem tudom. Tehát, hogy ez algától halízű. Kíváncsi vagyok. A nori putyán. Ennyi, jó étvágyat. Igen, ez simán. Most étkező asztal, úgyis sokat fogunk várni. Étkező asztallá változott. Ejha, ez rendesen sushi. És akkor itt vagy, ne ragadjon rá, hogy maradjon ropogós. Külön van hozzá. Ezért külön van hozzá a... Alga. Benne van a belsejében valami. Hú, de vicces. És akkor be kell csomagolni? Igen. Nagyon fura. Nagyon vicces. Különben ne lázna. Fura. Ez nagyon fizikás. És mi belül van a túna? Hú, de jó ropog, hallottam. És valóban halize van. Nincs itt. Gyömbér van benne, meg a szójaszósz. Wow. Meg na. Egy kis wasabi is érzek. Nagyon jól lesz ki. Már-már irigylem. Ujjjj. Aha. Jó.
Jézus Mária, ilyet lehet? Ez egy micsoda csapatunk. Görcsike, szakszerű mozdulatokkal. Törli. Miért a popsit eredetben csinálom? Ne! Én a használtam. Mert. Görcsi szakértő vagy? Cukörlővel nedvessen. Krémesen. Tudod, olyan, amiben van egy kis testápoló. Mivel jobban csúszson. Olyan öreg volt, hogy ez krém 21 öreg. Ez krém 21 volt. Még emlékszem a krém 21-re. Narancsárga doboz, fehérre volt ráírva. Krém 21. Még a szagjára is emlékszem. A régi a műtétet ezt végre kell hajtanom valahol. Réken a sushi biznisze van, de tegyél rá most már hasznot, Réka. Dokit is megfűzitek, hogy egyen sushit? Isteni finom volt, tök jó meg. Jaj, illatos hotel. Hello! Good evening. Hányas vagy, Rékuci? 301-es. Hol a yes. Mi? Yes, okay. Yes, 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 yes. Yes. Yeah. Szeretném megállapítani, hogy Baguioban iszonyatosan komoly közösségi élet zajlik. Annyira sok ilyen kis csoport van, akik vagy táncolnak, vagy mozognak, vagy valamit előadnak, sportolnak közösen. Szóval nagyon-nagyon komoly közösségi élet zajlik. Minden fronton. Itt meg most éppen íjászkodnak. Hátra fele sétálsz, ne menj hátra fele, mert ilyen le rád taposok. Folyamatosan szemeltél az eső, de mi nem hagyjuk magunkat. De hova mennek ezekkel a bagikkal? Körbe-körbe járnak, több ilyen pálya van. Itt van egy, meg abban az irányban, és akkor így lehet körbe menni. Csak így körbe-körbe mennek, igen, és kész? Igen. Fölött legalább van ernyő. Szakad az eső, akkor beülünk egy alá. Hello! 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 Na, menci már a bazárban. My common never sleep on me. I saw my chain sugar night go get what you looking me for night noon money come go Muti, ki lektad? Yeah, I got low light undercover, yeah. Wanna know my name, Juji and I need a we a boy about a beat and guess you can even guess me cause I'm baby. High low low watch you then I like maybe. Thank you, never let no money see a blue moon this. Tatiana Ellis, you just keep on wonder. Menci az összes Rubik kockát kirakja, ami szembe jön a bazárban. Apa, neked a kedvenc bolytja. Vannak a macskánk. Apa, ott egy hol. De van otthon. Akkor egy ilyen halat szeretném. Melyiket? Egy a mici kutya kozmetikus lesz tényleg. Igen, future kutya kozmetikus. Megbolondulnak tőle a kutyák, és ő is a kutyáktól. Az Ázsia Express történetének egyik legkésőbbi kezdése a mai. Tisztára meg vagyunk hatódva, egy kucival. Itt is van az ajtó, jó reggelt! Kivételesen nem a játékhelyszínen derül ki, hogy sok dolgot meg kell a játékkal kapcsolatban javítani, szerelni, hanem már előre tudták, ezért 3-10-kor kell elindulnunk a helyszínre, ami a varázslatos.
Na, még oda se értünk. Milyen masszázs? Kuki masszázs. Kuki masszázs, az idegen. Ebbe belefér, Görcsike? Ebbe... Igen, igen, fejre van. Szemedet. Áj! Nos! Nagyon vicces, hogy de milyen finom illata van itt valaminek, valamelyik olajnak. Érdekes az, hogy megértettem. Úgy érzem, kicsit még így is korán jöttünk. Ez a játék szett, ez még nem nagyon áll a lábán, de hát már meglátjuk, mikor a sikerül összekapni. De ezt gondolod, hogy ez whisky is, hogy mindegyikben van? Hát ez csak van olyan is, amiben nincsen. Strawberry. Try. Okay. Nice! Szicsi! Ilyen, tudod, ilyen lassan lecsorgós, ilyen brew. Ez egy szép kis pult. No sugar! Thank you! Engem beszél? Igen. Akkor jó. Ízése méltó, hogy nem tudom hány kilométer, tízések, ez egy kemény és hosszú játék volt, nem tudom, hogy a tévéműsorban ez hány perces kis epizód és jelenet lesz, de valójában vagy 2 órát álltunk a napon, mire sikerült a dominókat leborítani. Úgyhogy megint leégett a választékom. Most bekentük már naptejjel, de szegényként mindig akkor vagyok tűzőnapon órákig, amikor középen van elválasztva a hajam, úgyhogy az a zóna az ott elég sok ponton már sérült, terhelt, de nem baj, bírom, kemény vagyok. Most azon gondolkodom, hogy vajon napszülés, azt miért nem kaptam még eddig. Eddig még nem kaptam, úgyhogy most ezt lekopogom, és remélem, hogy most se kaptam, de minden esély meg van rá.